Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. De akik a helyes úton jártak, azoknak a közös jellemzője többek között az volt, hogy őket nem érdekelte, hogy az emberek mit gondolnak róluk. Az érdekelte őket, hogy azt cselekedjék, ami helyes akkor is, hogyha az nem egyezik azzal, amit a többség akar, vagy akárki akar. De visszatérve Jordan Peterson könyvére, mindenek előtt a gyerekük barátságára vágynak, és ezért hajlandóak feláldozni a tiszteletet, ami nem jó. Ez igaz az élet minden területére. A barátság és a tisztelet egy ideig kéz a kézben jár, azonban egy ponton túl a kettőnek el kell válnia, különben lehetetlen egy hierarchikus rendszernek a vezetése. Igen, testvérek vagyunk, barátok vagyunk, szeretjük egymást, de amikor döntéseket kell hozni, akkor mindenkinek meg kell értenie azt, hogy kinek hol a helye, ki mennyi felelősséget vállal. Ez az, amit meg kell tanítani a gyereknek. A gyerek nem vállal semmi felelősséget semmiben, ezért a véleménye nem számít semmit. Annak a véleménye számít, aki vállalja a felelősséget. Egy gyereknek sok barátja lesz, írja Peterson, de szülőből csak kettő van, ha van egyáltalán. És a szülők sokkal többek, nem kevesebbek a barátoknál. Nem a barátok dolga a rendreutasítás. A szülőknek ezért meg kell tanulniuk elviselni a gyermekük pillanatnyi haragját, sőt gyűlöletét a szükséges rendreutasítás után, mivel a gyerekek azon képessége, hogy felfogják a hosszú távú következményeket, vagy akár törődjenek velük, igen csak korlátozott. Tehát a szülőnek kötelessége az, hogy ezt tudatosítsa a gyerekben, megszabja a korlátokat, és azokat utána betartassa, mert a gyerek képtelen arra, hogy hosszú távon gondolkozzon. Sajnálatos, hogy ez sokszor az emberekkel is így van, de akinek megvan a képessége, hogy a hosszú távú következményeket lássa, annak kötelessége, hogy figyelmeztesse azokat, akik körülötte vannak, a közeledő veszélyre. A szülők a társadalom döntéshozói, ők tanítják meg a gyereküket úgy viselkedni, hogy értelmesen és eredményesen viszonyuljanak a többi emberhez. Még azt hozzáolvasom, hogy a gyerek fegyelmezése felelősségteljes tett, nem harag a rossz viselkedés láttán, nem bosszú a csíntevésért, hanem a kegyelem és a hosszú távú megítélés gondos kombinációja. Ezért mondtam azt, hogy rengeteg hasznos dolgot ki tudunk szedni ebből a könyvből, még akkor is, ha nem értünk egyet ezzel az emberrel mindenben. De ezek általános érvényű nevelési igazságok, vagy életvezetési igazságok, amelyeket mindenképpen el kell juttatni az emberekhez, ilyen vagy olyan módon. Kegyelem és hosszú távú megítélés gondos kombinációja. Ez nem csak a gyermeknevelésre vagy fegyelmezésre igaz, mindenkinek a nevelésére vagy fegyelmezésére ez igaz. Ez az, amit az atya is csinál. Kegyelem és hosszú távú megítélés az, amit ő alkalmaz. A felelősség és a nehézség kombinációja miatt pedig a szülők visszás módon örömmel fogadják azt a tanácsot, hogy csak árt a gyereknek, ha féken tartják. Ha elfogadják az ilyen gondolatot, a felnőttek, akiknek jobban kéne tudniuk, elhanyagolják nevelői kötelességeiket, mintha ez jót tenne a gyereknek, pedig ez súlyos és veszedelmes önámítás. Azt feltételezzük, hogy a szabályok visszavonhatatlanul korlátozzák a gyerekek máskülönben határtalan és velük született kreativitását, holott a tudományos irodalom világosan értésünkre adja, hogy először is a triviálisan túlmenő kreativitás döbbenetesen ritka, és másodszor a szigorú korlátok inkább fejlesztik, mintsem akadályozzák a kreatív teljesítményt. A szabályok és a rendszer pusztító hatásába vetett hit gyakran együtt jár azzal a gondolattal, hogy a gyerekek maguk is el tudják dönteni, hogy mikor aludjanak, mit egyenek, ha egyszerűen engedjük kibontakozni tökéletes természetüket. Azt állítja, ami egyértelmű, ezt mindenki látja, az emberek túlnyomó többsége nem rendelkezik kreativitással, nem csak kreativitással, hanem számos egyéb kvalitással sem, ami kiemelné őket az átlagosból. De amiatt sem kell aggódni, hogy a kreativitást elnyomja a szabályrendszer. Egyébként az ellenség az, aki el akarja hitetni velünk, hogy a szabályok, illetve a rendszer maga az káros, és nekünk csak úgy kellene élnünk, hogy mindenki azt csinál, amit jónak lát. A Biblia egyértelműsíti azt, hogy ez nem így van. Szigorú korlátok közé kell szorítani az embert, ha azt akarjuk, hogy egyáltalán létezzen társadalom.
bármiféle formában is, nemhogy szabadjára kellene engedni. És a gyereket, ha szabadjára engedjük, akkor nem kibontakozni fog az a belső jóság, ami benne van, hanem éppen ellenkezőleg be fog teljesedni az, amit az atya mondott, az ember szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva. Ezt a gonoszságot kell kiölni neveléssel a gyerekből. Kinevelni. De haladjunk tovább, a gúnyolódás és a zaklatás következményeit megfigyelve. Timpánz és gyerek egyaránt felfedezi a máskülönben túlságosan kaotikus és ijesztő szabadság korlátait. Ezeknek az ismerete biztonságot nyújt még akkor is, ha a felfedezésük pillanatnyi csalódottságot és frusztrációt kelt bennük. Itt a gyerekekről van szó, akár a embergyerek, akár a fiatal csimpánz, hogyha azok túlságosan rosszalkodnak, akkor hamar a felnőttek megmutatják, hogy hol a korlát. Legalábbis eddig ez így volt, még akkor is, ha ez ma már nem jellemző. És ennek a felfedezése az kellemetlen, ez a fenyítés vagy a nevelési eszközök alkalmazása értelemszerűen. De aztán rá fognak jönni, hogy ez mégis nagyszerű, mert ez biztonságot nyújt, még akkor is, ha a pillanatban frusztráló vagy korlátozóbban, amit szeretnék csinálni, de hosszú távon az biztonságot ad a gyereknek, hogy tudja, hogy hol a határ és meddig mehet el. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooutya.hu weboldalainkon ez elérhető. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!